Az első fél év költségvetését tekintette át a Völgységi Önkormányzatok Társulása. Filóni Ferenc Ibolya, a testület elnöke azt mondta, az idei esztendőben 380 millió forintból gazdálkodhattak, melyből 320 milliót az egyetlen intézményük, a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartására fordítottak. A testület módosította az ez évi költségvetést. Ilyenkor átvezetésre kerülnek azok a számok, amelyek még februárban nem voltak ismertek, és az államháztartásból átvett pénzeszközöket teszi helyre a költségvetésbe, vagy azokat a döntéseket tudjuk átvezetni a rendeleten, amelyeket mi magunk a társulási ülésen hoztunk. Két példát hagyd mondjak erre, ilyen például a közművelődési pályázat, hiszen a költségvetési rendelet elfogadását követően döntött a társulás arról, hogy 2022-ben újra segíti a támogatással a településeket. Ez a pályázat már le is zajlott, 2,3 millió forintot tudtuk biztosítani a völgységi települések számára. A legtöbb program már meg is valósult a nyár folyamán, hiszen túl vagyunk nagyon sok falunapon. Ezekhez tudtunk segítséget nyújtani ekkora összegben, egy pályázat keretében, illetve a másik 500 ezer forint, amiről szintén a társulás döntött egy előző ülésen, az pedig az Együtt Egymásért Nappali Intézménynek az 500 ezer forintos támogatása, amely a megnövekedett és előre nem látható rendkívüli rezsiköltségek emelése indokolt. A polgármesterek tanácsa meghallgatta az egyetlen intézménye, a Bonyhádi Gondozási Központ beszámolóját. Alatt nagyon sok minden történt. Gondolhatunk itt a Covid miatti feladat megbontásokra, illetőleg, hogy három tagintézmény egy egységként való kezelése nem egy egyszerű feladat. Az 5 évem alatt azért elmondhatom, hogy nagyon összekovácsolódott a csapatunk. Minden szakfeladattal megtaláltuk a közös hangnemet. A célunk továbbra is ez, az elkövetkező 5 évre is, hogy ugyanezzel a munkamorállal folytathassuk a tevékenységünket, ugyanezzel a szakmai tevékenységet folytató kollégákkal, hiszen megtanultuk egymást kezelni, egymást támogatni, segíteni, és ez az időseknek, a családoknak a szempontjából nagyon fontos. Hiszen látják, hogy egy olyan csapat áll mögöttük, akikre számíthatnak, és nem jellemző ránk a fluktuáció, tehát mindig ugyanazt a szemét kapják családgondozás szempontjából. A 320 milliós költségvetésünk elegendő ahhoz, hogy minden szemlet finanszírozni tudjunk, a béreket, a rezsiköltségeket. Tanulóképzéssel is foglalkozunk, hiszen ez is hoz normatívát az intézmény számára, amiből fejleszteni tudunk. Elegendő forrás áll a rendelkezésünkre, bízunk benne, hogy a későbbiekben is így fog maradni. Az igények száma folyamatosan emelkedést mutat. Nagyon nehéz már sokszor összeszervezni a logisztikát, hogy mindenki megfelelő ellátásban részesüljön, és ez még csak bővülni fog véleményem szerint, hiszen gazdasági világválság közepén vagyunk, úgyhogy számítunk erre, hogy a továbbiakban is szükség lesz ránk, nagyon nagy szükség lesz ránk, mondhatom inkább így. Igyekszünk minden igényt kielégíteni, de hát a korlátaink azért szűkösek. A legfőbb problémát azonban az energiaárakban látjuk, hiszen nem lesz mindegy, hogy hogyan fogjuk tudni finanszírozni, de igyekszünk mindent megtenni ennek érdekében is. A testület döntése értelmében a következő 5 esztendőben is Sebestyén Orsolya irányítja majd a Bonyhádi Gondozási Központ szakmai munkáját.